Hangosan érkezett a Mikulás a palicsi helyi közösség épületébe. Nem üres kézzel jött. A 14 éves Mészáros Csenge próbálja megfejteni, mit is tartalmaz a csomagja. Csokikat, kekszet, narancsot, banánt, chipset. Nem csak a gyerekek kaptak csomagot, a rászoruló családoknak is jutott belőle. Nagy segítség nekünk különösen az, abból kifolyólag, hogy a férjem 100%-os invalid, és nekem sincs munkahelyem, úgyhogy nagyon örülünk a csomagnak. Békés ölelés, jó szándék. A jótékonysági akciót a Palicsi Rotary Klub szervezte. A Palicsi Rotary Klub hagyományos akciójáról van szó, minden évben megszervezzük, ugyanis az Orbán napok alkalmával összegyűlt jótékonysági pénzből finanszírozzuk ezt az újévi csomagosztást. Tako smo uspeli da za ovu akciju pripremimo 150.000 dinara, da bismo 30 paličkih porodica slabijeg materijalnog stanja obradovali za božićne i novogodišnje praznike. Sa nama je ovde 54 dece koji će dobiti poklon paketiće, 30 porodica. A rászoruló családok kiválasztását a Rotary Klub a helyi közösség munkatársaira bízta. Rosszanyi körülmények között élők, családok, többgyermekes családok, vannak köztük kisnyugdíjasok, kis jövedelmi nyugdíjasok is, nemzetiségi szerint is minden vegyes, tehát a Palics lakosságát tükrözik. A családi csomag élelmiszereket és tisztálkodási szereket tartalmazott. Rotary Klub Palics postoji 14 godina, i u svake godine ima niz humanitarnih akcija. Jedna od tih akcija je i ova. A Rotary Klub többek között 4 palicsi egyetemi hallgatót ösztöndíjaz.